Sziasztok, én Bálint vagyok. Én pedig Markó Rebeka. Elérkeztünk a következő Brodapest videóhoz. Ne felejtsétek el megnézni az előző részt, amit itt lent majd a linkjét megtaláltok. És érkezik vasárnap 5 órakor a következő epizód. Az 5. epizód vagy epizód, mert ezen mindig Bence ezzel szívat, nem tudom jól kiejteni. Na, Bence nincs itthon. És nekem kitaláltam, hogy egy csomó ciki sztorim van róla. És természetesen nekem is. Mivel nyilván ugye Bence, mi együtt dolgozunk nagyon régóta. Én pedig a barátnője vagyok. Úgyhogy előszedünk néhány kínos történetet róla. Legutóbb pont Rebekával szövetkeztünk egyébként egy kis szivatásra, amire egyébként lesz majd videóanyag is. Szerintem ezt meséljük el így azonnal. A Bence elment itthonról, azt nem, vagy nem is, nem, nem tudom, nem, nem itt itthon volt, voltatok, ja, itthon voltam, és ti videóztatok. Így van, és tudom, hogy ő ült a szokásos kis asztalánál, Andrásszal, éppen nagyban videóvágásban voltak, és én elmentem, és a konyhába elkezdtem kupászni, és megtaláltam egy ilyen zaskós levesport, mert tudjátok, hogy jár, van mellé egy ilyen kis tasak, amivel benne van fűszerkeverék. Na hát gondoltam, azzal besonfordálok a fürdőszobába. Rebekának ezt megörökítettem, ezt a pillanatot, amikor én szép csöndbe sutyok. Betézse vett egyébként, hogy keresek a szekrényben, hogy bementem a fürdőszobába, lecsavartam a zuhanyrózsát és beleöntöttem. És nekem csak annyit írt Bálint, hogy ha lehet, akkor ne te fürödj ma először. Igen, és azért ez fontos, gondoljátok végig, hogy egy ilyen leves, ugye az úgy készül, hogy forró, ahogy forró vízhez ér ez a por, akkor feloldódik. Na most, hát az a helyzet, hogy Bence letusolt ugye aznap este, azt hiszem te ezt elmesélted, és mi volt a reakciója? Annyit kérdezett, hogy az lehet-e, hogy leves folyik a csapból? Hát nálatok kolbászból van kerítés, és leves folyik a csapból, tehát marha jól nyomjátok. Nekem egyébként nem, utána nem szólt semmit. És egyébként az a durva, hogy észre se vette, hogy te kimentél a fürdőbe, és én meg csak álltam, és próbáltam nem röhögni, és csak győzködött, hogy higgyem el, hogy leves jön a csapból. És nézzem meg, hogy ott van a petrezselyem is bennem, meg minden. És utána nem is akart lefürdeni, mert mondta, hogy ez nem jó, nem jó, valahogy hát azt, ez nem. Azt tudni kell, hogy én amikor öntöttem bele már, akkor az volt a probléma, hogy olyan leves fűszerszag volt a fürdőszobában, hogy tudtam, hogy ezzel befogunk. Hát még utána. Biztosan emlékeztek egyébként, hogy volt egy prankje Bencének, amikor Bálintnak leszerelték a kerekét Andrásszal. Több is egyébként, mert az automat teliragazgatta még előtte. De ez volt a legutolsó, és erre te még nem reagáltál semmit. Ami késik, az nem múlik, megvárom, hogy Bence elköltözzön, és úgy éreztem, hogy ebbe az új szép környezetbe átmentek, ott fogom megszívani, remélem, hogy számíthatok rád. És ebben én is benne persze leszek, mert hogy én cinkostárs leszek, vagy persze, én is szenvedő cinko, alany leszek? Nem cinkos leszek, simán. Bence szívatjuk. Így tetszik. Na, király. Bence rendszeresen csinálja azt, hogy amikor nagy bevásárlóközpontokban vagyunk, és parkolást kell fizetni, akkor millió ember szeme előtt oda megyünk a fizetőautomatához, és elkezd rendelni, minthogyha egy gyors étterembe kaját rendelne. És egyébként ez az elején olyan kínos volt, mert tudod, így oda megyünk. Rezen Isten arccal tudja ezt csinálni. Igen, és én meg nem számítok rá, mert mindig váratlanul történnek ezek a dolgok, és csak ott állok, és tudod, így néznek az emberek, hogy ezzel meg mi van? De figyelj, csináld, mert küldetek a West Endből hajtottatok ki, és azt hiszem ott is ez volt, hogy a parkolójegyet kezeltett, és felvette, hogy beszél konkrétan a portással, talán hogy mondta neki, hogy akkor két sajtburezt kérek szépen. Igen, de most már kezdek hozzászokni, viszont az elején annyira kínos nem volt, hogy... Nem szállod, kész. Várjál, nekem is van egy újabb történet, ami eszembe jutott. Ugye azt te is tudod, hogy a Bence ugye a szagokat nem igazán tudja érezni és kezelni, viszont ha valami megrohad, büdös, akkor az viszont attól teljesen igen rosszul van. Emlékszem is pár ilyen sztorira. A krumplis? Ez egy érdekes sztori. A lényeg az, hogy én vettem krumplit, gondoltam, hogy majd abból csinálok tök jó kajákat. Beraktam a szekrény aljába. Beraktam a szekrény aljába, és igazából nem gondoltam arra, hogy majd valaki elé pakol, és igazából nem fogom megtalálni a krumplit. És én azt hittem, hogy az eltűnt, kidobták, elfogyott, szóval, hogy nem tudtam, nem, hogy már van. De nem. És igen, sajnos még mindig megvolt, csak elé volt pakolva annyi dolog, hogy nem tudtam, hát hogy annyi, hogy egy picit változott a halmaz állapota. És minden más egy is, kicsit igen ilyen folyékony lett, és iszonyatosan berogott. Illatozott is egy iszonyatosan picit.
És én ugye nem voltam itt Pesten, otthon voltam Hódmezővásárhelyen. Áthívott Bence megbeszélésre, bár nem volt éppen mit megbeszélni, mert ez egy kicsit gyanús volt, amikor azt mondta, hogy szerinte egér van a lakásban. Erre érkeztem meg, egér van a lakásban, gyerekek, a harmadik emeleten egy modern lakásban egér, de tényleg büdös volt. Úgyhogy elkezdtem a konyhában nyitogatni mindent, Bence akkor mondta, hogy ő nem akarja, mert tök lendezett, mert akkor is hogy büdös van, majd megtaláltam a szag forrását, jól mondja Rebeka, a fűszerek és nem tudom mi mögött folyósá vált, kicsirázott, berohadt krumplihoz. Majd Bencinek ezt megmutattam, hogy íme bent a döglött egeren, aki igazából a fürdőszobába szaladt azonnal és frankon rendezett. És nagyon mondtam, nem, hogy nagyon nem bírja ezt. És mondtam, hogy szedje ki, de hogy a közelében nem tudod lenni, és ilyen könyörgéssel, hogy kérlek Bálint, ezt szedd ki, mert egyszerűen nem bírom. Na mi van Bálint? Hát valamert ez teggelés, ez bekövetés gyanús, mert hogy a berohasztott krumplit, hogy te öklendezel, és nem tudod kitörölni. Azt mondod, nem érzel szavokat. Úgyhogy hát ott ilyen jó haverként, én is azt hiszem zacskós kézzel benyújtam és kiszedtem, de hogy neki majd a könnye potyogott tőle. Nem is azt mondom, hogy a cikis dolgok közé tartozik, Bencével néha köztünk ilyen heves a viszony, fogalmazunk úgy. Én nekem is van egy véleményem, neki is, és ez egy erdélyi kis, amikor voltunk itt erdélyi a csapatépítőn, szerintem pont tavaly ilyenkor, igen, és kaptunk egy szponzorautót, és hát én azért féltettem. És Bencével egy örök ellentétünk az, hogy szerintem ő viszonylag aktívan és gyorsan vezet, míg én egy picit papásabban, és ebből mindig is volt köztünk vita. Na most adott volt, hogy kaptunk egy sok-sok milliós autót, zsírújonan, amivel kimentünk. És hát Bence is ugye neki is van jogsia, azért átadtam neki egy szakaszon, hogy akkor vezessen. Igen, kisgyerek élvezkedjen. Igen, kisgyerek élvezkedjen. De ezt ahányszor kifele mellett odaadtam neki, igen, én mindig így rágtam, hogy Bence, ne nyom már annyira! És egy ilyen átmulatott este után elindultunk forgatni, minden ketten Bence is, meg én is kellően fáradtak, meg zabosak voltunk, úgyhogy nagyon jól jött az, amikor Bence beült az autóba, és egy erdei úton, ilyen kanyargós úton, egyébként is túl jó volt ott fönn az erdei út, Bence elkezdte neki nyomni, és hát tényleg egy kicsit ilyen Colin McRae-bá vette a figurát, és Bencének én, és közben forgott a kamera, és vettük fel a napi vlogot, és hogy akkor itt vagyunk, és ott vagyunk, és Bence lassabban már, Bence lassabban már is addig mondtam neki, hogy a videó kellős közepén nyomott egy satúféket, kiszállt az autóból, rádozott, hogy jó, akkor menjél úgy, ahogy akarsz, és besétált az erdőbe. Én ezt nem tudtam. És annyira kiakadt rám, hogy mondom, kiszállt, és van egy jelenet, ahol egyszer csak így megállunk, és szerintem egyébként ez még benne van az erdélyi vlogban, úgyhogy majd nézzétek meg azt a régi vlogba, de ott van benne ez a jelenet, és megsérződött, és azt nem értem, hogy miért, és elindult az erdőbe besétálva, durcásan, és akkor utána tudom, mondtam, hogy na, gyere Bence, vissza, jó, nem cseszergek, de nem beült hátra, és nem szólt hozzám. Szóval mi így érünk. Vannak ilyen történeteim. Teljesen más sztori jutott eszembe, és... Amúgy Bence kedvencem. Tud szolgáltatni, bocs, amúgy Bence azért úgy tud szolgáltatni ilyen történeteket, tehát nem egyszerű a csávó. Vannak jó sztorik, és nem mintha ez egy verseny lenne, hogy ki tud jobb sztorit mondani, de ez a legjobb lesz az összes közül. Komolyan egyébként. Úgy is nyernék. Igen? Nyilván, hát egy éve együtt vagyunk, és rengeteget aludtunk már együtt, fél éve együtt is élünk, együtt ugye? Együtt alszatok? Hát néha előfordult már, igen. És természetes emberi dolog, hogy vannak olyan emberek, akik horkolnak. Dezső Bence. És nem akarok mutogatni, de Bence egy ilyen ember. És tudod, vannak a fokozatok, amikor kis szolidan szuszog, van, amikor úgy már észreveszed, hogy horkolgat. És akkor van a legrosszabb, a kifele ifa légték, befele erdőért, tehát ez a... A vicces az egészben, hogy ő állítja, hogy amíg nem voltunk együtt, addig ő nem horkolt, tehát miattam horkolt. A szerelem tette ilyen, de csináltál neki ezt, hogy beragasztottad, vagy befogtad? Dehogy csinál, egyébként engem nem zavar. Én olyan mélyen alszok, hogy tőlem aztán ágyút is robbanthatnak mellettem, engem tök nem érdekel, hogy horkolt. Én aludtam szóval, már vele egy légtérben, és mondjuk, ha észrevettem volna, agyonvertem volna egy péklapáttal, de nem aludtam. Na mindegy, engem nem zavar, jót szoktam rajta mosolyogni, néha felveszem hangfelvételbe, hogy meg tudjam neki mutatni, de egyébként ennyi, szóval semmi extra. És ritkán van olyan, hogy hamarabb elalszik, mint én, viszont ez egy ilyen napon történt, és néztem, hogy alszik, horkol, gondolkoztam rajta, hogy felvegyem-e, és egyszer csak a horkolás kellős közepén így kinyitotta a szemét, hogy úristen, horkoltam. De hogy lehet erre fölkelni? Én azt nem értem, hogy a...
Amikor tudod, megütsz egy olyan szintet, hogy felébredsz a saját horkolásra. A felhorkantás, az a tipikus ilyen óriás, mint nagyapám csinálta ezt a vasárnapi ebéd után, hogy így üdik, mindenki forkál. Ez is egy ilyen volt, és úgy képzeljétek el, hogy ez még úgy tök vicces és jó lett volna, de de a kétségbe nem bírom elmondani. Utána visszaaludt. És másodjára is, egy ilyen 2 percen belül ugyanígy felébredt rá, és kétségbe esettem, mint egy kölyök kutya, így rám nézett, hogy most már mindig ez lesz. És Bence, nem csak te öregszel, nem csak én öregszem, hanem te is, látod, és ez utolért a kor. És annyira vicces volt, így szomorúan felült, így összegörnyedve ült és nézett rám, hogy én nem hiszem el, eddig nem orgoltam, Ciki. És most 5 percen belül kétszer is ez volt, hogy most már mindig ez lesz, hogy fel fogok ébredni a horkolásomra. Hát, én szerintem nem horkolok, Mesi nem mondta azt, hogy valaha horkoltam. Na majd megkérdezzük azért. Talán ha egyszer-kétszer egy picit illuminált állapotban érkeztem meg haza időben, akkor esetleg picit horkol, de egyébként én például nem szoktam. Ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett nektek. Ez tök olyan, mint Bence egyébként, szörnyű, átvettem egy csomó ilyen hülye kiköszönést tőle. Szóval ennyi lett volna ez a Brodapestes videó, ne felejtsétek el, érkezik holnap 17:00-kor a Brodapest 5. része. És ugyanúgy premiervetítésbe fogjuk leadni, ott leszünk élőben, lehet velünk csetelni. Úgyhogy találkozunk a kövi videóban. Szevasztok. Sziasztok!